Köszönöm szépen, és hívjuk a kedvesünkre, tisztelt hölgyeim és uraim, barátaink. Amikor itt összegyűlünk, most éppen az ünnep napján, március 15-én már napok óta ünnepségek során vagyunk túl, és még nincs vége egészen a hétvégéig. A magam és a munkatársaim összesen 4 szövetségi államban magyar közösségek vendégszeretetét élvezve ünnepelnek. Ez egy olyan főkonzulátus számára tulajdonképpen még nem is nagy teljesítmény, amelynek összesen 10 szövetségi államban a gondjára bízva. De igyekszünk mindenhol eljutni, ahol magyarok ünnepelnek ezen a szép napon. Ahogy elhangzott, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulójára gyűjtünk most itt össze emlékezni és ünnepelni. Ez ugye nem egy kerek évforduló, de egy olyan különleges évben vagyunk most, hiszen a másik nagy forradalom, az 1956-os 60. évfordulója közeleg, és mi magyarok hajlamosak vagyunk ezt a két forradalmat egy kicsit együtt kezelni a gondolkodásunkba, egyfajta lelki hidat építeni a két forradalom közé. És ez azt hiszem, hogy nem véletlen, és jól is teszünk, hogyha ezt a hidat megpróbáljuk oda rakni a két esemény, a két ünnep közé. Hiszen mind a két forradalomban a legfontosabb és számunkra a legnagyobb büszkeségre okot adó, összetevő, meghatározó elem és hajtóerő a magyarok határtalan szabadságszeretete. És tessék a határtalan szót ebben képletesen, szimbolikusan, mert egy kicsit szó szerint is. Valóban az ország határokat is bőven átívelő módon, sőt nem csak ország határokat, hanem óceánokat is átívelő módon hatott mindkét forradalmunk, és ez itt az Egyesült Államokban különösen elmondható. Kedves barátaim, én azt hiszem, hogy minden nemzet önbecsülésének az egyik legfontosabb mércéje az, hogy hogyan tud a nagy forradalmaira, eseményeire, sorsfordító pillanataira emlékezni. Hogyan tud ünnepelni, és hogyan tud maradandó nyomokat, emlékeket hagyni kőbe, bronzba, faragva. Otthon és szerte a világban. Egy olyan nemzet számára, mint a magyar, amire azt hiszem, hogy most már nyugodtan mondhatjuk, hogy egy nagy diaszpóra nemzet. Szétszórtan él a világban, és ezt így nyugodtan nem hiszem, hogy különösebben magyarázunk el. Különösen fontos, hogy milyenek ezek a külhoni megemlékezések. Maguk az összejövetelek, vagy akár ezek a bizonyos tartósan otthagyott nyomok, emlékművek, emléktáblák, utcanevek, földrajzi nevek, mindaz, ami egy-egy fontos sorsfordító eseményre emlékeztet minket. Én azt gondolom, hogy az amerikai magyarság ilyen irányú teljesítményét vizsgáljuk, akkor büszkén kihúzhatja magát mindenki, hogyha számba vesszük azt, hogy a forradalom és a szabadságharc hősei hány helyen hagytak nyomot itt az Egyesült Államokban, szédítő felsorolás következik, és a közelébe se tudok jutni annak, hogy egyáltalán a teljességet megközelítsem. Kossuth-falval, Mississippi államban, Kossuthville, Floridában, Iowában egy megyét neveztek el Kossuth Lajosról. Csak itt New York Cityben 2 utca, egy park. New Brunswickban egy park, egy utca. És biztos, hogy tudnák ők hosszan folytatni a sor. De nézzük az emlékhelyeket. Egész alapos Kossuth-szobor, amiben még otthon sincs olyan nagyon sok. A már előbb említett Iowa-i Kossuth megyében áll egy. De ott van a legelső, Cleveland-i, 1902-ben állították. És ami a mi szívünknek talán a legfontosabb, itt New York-ban élve, az a Riverside Drive-on található csodálatos Kossuth szobor, 1928-ból. Szóval a sztoriára még egy kicsit, ha megengedik, visszatérek. Tehát feltetjük a kérdést, hogy mindezek az emlékhelyek, földrajzi nevek, szép emlékművek, az ünnepségek, amiket ilyenkor rendezünk, amiben önök és az összes más amerikai magyar közösség annyi erőt és munkát fektet, olyan nagy lelkesedéssel csinálja, hogy gyerekek hosszú műsorokat tanulnak meg. Ez nekünk szól, magyaroknak, tulajdonképpen
Elég lenne, ha nekünk szólna csak, ők éppen elég magyar élet az Egyesült Államok. Csak az én előbb említett 10 államos konzuli területen, mert 500 000 vannak. Tehát akár ez is elég ok lenne arra, hogy ezek a szokok álljanak, ezek a földrajzi nevek ott legyenek, hogy ezek az ünnepségek meg legyenek tartva. Mégis azt gondolom, hogy itt nem csak erről van szó. És engedjék meg, hogy ezt két irányból is megközelítsem ezt a, azt a gondolatomat, amely szerint nem csak a itteni magyarságnak szólnak ezek az emlékhelyek. Az egyik kérdés az maga az, hogy mit ünneplünk ezen az ünnepnapon. Mi is tulajdonképpen az az eszmény, aminek a nevében ilyenkor összegyűlünk. Én tudnék sorolni hiányos ismereteimet is számba még olyan nemzeti ünnepeket, más nemzetek ünnepeit, amiknél kizárólag a saját nemzeti érdek és annak valamilyen diadala okozza azt, hogy az a nemzet ünnepel. Esetleg még egy másik nemzet kárára is vált az, amit ők éppen ünnepelnek. A mi ünnepeink azok nem ilyenek. Akár március 15-ét, akár október 23-át tekintik. Én azt gondolom, hogy egy olyan eszmény diadaláról szól mind a két ünnep, amely messze túlmutat Magyarországon, messze túlmutat a magyar nemzet határain, hiszen egy olyan egyetemes eszmény, amely azóta is a nyugati világ meghatározó értéke, a szabadság az, ami mind a két nagy forradalmakat meghatározta. Így tehát mindenkinek ezen a napon, aki hisz a szabadságban, van oka velünk ünnepelni, és nincs senki, akinek ne lenne oka velünk ünnepelni. Így tehát azt gondolom, hogy ebből a szempontból jól vizsgázik ez az ünnep. De engedjék meg egy másik szempontot is beemeljek, és ez maga a forradalom és a szabadságharc talán legfontosabb hőse, a személyisége, a központi figurája, Kossuth Lajos személye. Kossuth Lajos tisztelete és kultusza Magyarországon megkérdőjelezhetetlen. Nincs olyan település, ahol ne lenne egy Kossuth Lajos olyan nevezett utca vagy tér. A nemzet főtere, tényleg az ország legfontosabb tere, kis külvonalon elnevezett Budapesten, a parlamentán. És sorolhatnánk még a magyar Kossuth kultusz számtalan jelét. De Kossuth Lajos nem csak nekünk volt fontos. Hogyha föllapozzuk a történelmi könyvet, és megnézzük, hogy a bukott szabadságharc után, de a szabadság eszményéről sose letéve, a remény sose feladva, Kossuth Lajos nem sokkal a szabadságharc elbukás után, 1851 végén Amerikába utazott. Támogatást próbál gyűjteni, politikai támogatást, pénzbeli támogatást, egy új szabadságharcra készült. Egy új magyar hadsereget akart felállítani, amely újra hadba indulhat az osztrákok ellen, és újra megküzdhet a magyar szabadságáért. Élete végig nem tett le erre a gondolatról, és ez az amerikai út is ennek a gondolatnak, ennek az eszménynek a jegyében telt el. És engedjék meg, egy idézettel szolgáljak, ehhez előveszem a papíromat, hogy hogyan fogadták Kossuth Lajos 1851. december 8-án az amerikai útja első állomásán mi más lehetett volna, hogy New York ide futott be a hajója, és azt írta akkor a New York Times aznapi lapszáma, hogy semmi hasonló élményt, ami emlékezetünk szerint ebben az országban történt, nem érdemes összehasonlítani azzal, ahogy Kossuth Lajost fogadták. Nem volt ez előzmény nélkül ez a lelkesedés. Kossuthot már azelőtt is, hogy ideérkezett volna, és azelőtt, hogy találkozhatott volna az amerikaiakkal szemtől szembe személyesen, azelőtt is már az amerikai történelem akkori, addigi legnagyobb hőseihez hasonlították, Lafayette-hez hasonlították, George Washingtonhoz hasonlították. Azt gondolom, hogy külföldi politikusnak nagyobb tisztessége az Egyesült Államokban akkor nem lehetett. 1849-ben egy fiatal képviselő az alsóházban egy határozati javaslat talált elő, amely a magyarok szabadság iránti harcának és a demokrácia iránti harcának támogatásáról szólt. Ezt a fiatal képviselőt úgy hívták, hogy Abraham Lincoln, akiről tudjuk, ha nyomon követjük a további pályafutását, milyen hatással volt rá Kossuth Lajos, és a tőle talán itt a leggyakrabban idézett beszéd, a Gettysburgi beszéd, egyes elemében szó szerint Kossuth Lajosnak a 1852. februárjában az ohiói törvényhozás előtt elmondott beszédéből emel át gondolatokat. For the people, by the people.
szó szerint hangzott el Kossuth Lajos szájából 11 évvel korábban, mint ahogy Abraham Lincoln ezt a legfontosabb beszédét akkor elmondta. Még egy idézetet engedjenek meg nekem, csak hogy azt lássuk, hogy hogyan búcsúzott szintén a már elővidezett New York Times, nem véletlenül ezt a lapot szedtem elő most, amikor két hónap múltán, akkor végigjárta az Egyesült Államokat a Nagy Magyar, végül is haza, vagy hát nem haza, hanem a számüzetése folytatásaként akkor Angliába tovább utazott. Így ír a lap, hosszú-hosszú éveken át nem lesz semmi, amire egy polgár olyan büszke lehetne, mint hogy látta, hallotta, vagy talán meg is érintette a nagy magyar államférfit, a 19. század hősét. Ez tehát a New York Times picit 19. század közepén más pontban írtak Magyarországról, mint ahogy most teszik, de ez nem a legfontosabb megállapítás, azt hiszem a mai találkozásában. Ugorjunk egy előtt az időben. Kossuth Lajos halála után fedéled a kultusza, és szép lassan elkezdenek Magyarországon is a Kossuth szobrok kinőni a földből. Nyilván eleinte vidéken, a dualizmus korában még a fővárosban elképzelhetetlen volt, hogy Kossuth szobor álljon, de ebben a nagyon korai szakaszban már a Clevelandi szobor megjelent 1902-ben, és ott volt az első szobrok környékén az a Forvai János által alkotott munka, ez a nagyon-nagyon szép Kossuth szobor csoport, aminek a másolata végül is ide került New Yorkba, hosszú idő elteltével, 1928-ban, akkor is egy kerek évfordulót ünnepeltek a New York-i magyarok, 80. évfordulóját a forradalomnak. Ide Amerikába képviseltette magát a politika, az egyházi világ, gyakorlatilag Magyarország krémje akkor átjött ide demonstrálni, ünnepelni, emlékezni. Ezek aztán átvonultak Washingtonba, és ahol maga az elnök fogadta őket. Tehát ez az időben azért nem vagyunk annyira messze a mártól. Azt gondolom, hogy ha mindezt számba vesszük, milyen hatása volt az élő Kossuthnak, amikor látogatott, illetve évtizedekkel később az első New York-i emlékmű felállításának, ebből világosan látszik, hogy Kossuth Lajos nem csak a mi hősünk, nem csak a mi ideálunk, nem csak mi nekünk fontos az, hogy emlékezzünk rá. Kossuth Lajos személyisége az általa hirdetett eszmények, amik nagyon radikálisan és nagyon újnak hatottak még a 19. század közepén, hatással voltak az amerikai gondolkodásra is, amivé Amerika ma lett, ahogy ma gondolkodik, szabadságról, demokráciáról, emberi jogokról. Annak a gyökerei nagyon sok tekintetben ott vannak azokban a beszédekben, azokban a szavakban, azokban a gondolatokban, amelyeket Kossuth Lajos itt elmondott a számtalan-számtalan szónokat a valamelyikében. És még valami, ami őszintén szóval ma jutott eszembe, amikor gondolkoztam, mit lehet még Kossuth látogatással elmondani. Az a mód, ahogy fogadták, az az ováció, az a kitörő lelkesedés, ami ezekben a szövegekben is tükröződik, amik az újságtudósításokban is jól láthatóak. Megmutatják azt, hogy az amerikaiak számára valami egészen új politikusi személyiség jelent meg Kossuth Lajosban. Megalkotta, lényegében mintát adott, példát adott annak a modern amerikai politikusnak, amit a mai napig is keresnek az amerikai választók. Jó szónok, igen, nagyon nagy szónok volt, nagyon nagy hatású szónok volt. Egy kisugárzó személyiség, egy magával ragadó személyiség, igen, az volt. Megteremtette azt a mércét, amihez ma is mérik az amerikai a politikusaikat. És lehet éppen ezekben a percekben is éppen ezt szerint próbálják eldönteni, hogy XY vagy Z legyen a vezetőjük. Én azt gondolom, hogy büszkén és nyugodtan állíthatjuk azt, hogy Kossuth Lajosnak ez a hatása is vitathatatlan az amerikai politikára. Tehát visszatérve a kérdésemre, csak mi ünnepeljük itt a szabadságharcot, csak nekünk szólnak ezek az ünneplések és emlékhelyek és utcanevek és helységnevek, azt gondolom, hogy nem, ennek az országnak, ennek az egész politikai építménynek, amire ez az ország, amin ez az ország alapul. Nagyon fontos összetevője mindaz az örökség, amit Kossuth Lajos képviselt, mindaz, amit az ő útja itt személyesen is át tudott hozni a magyar szabadságharcból, a magyarok határtalan szabadság iránti vágyából, és éppen ezért azt gondolom, hogy rendkívül izgalmas évnek nézünk elébe, amikor ezt a
rendkívül különleges helyszínt, amit az előbb is említettem, ami ilyen különleges körülmények között lett felavatva, és ekkora nagy hatása volt. Ez most, hogyha a Jóisten megsegít minket, és a Jóisten mellett még a New York városi tanács is, és a mindenféle döntéshozók is, akkor egy 56-os emlékművel tudjuk kiegészíteni. Egy eleve nagyon fontos helyszín fog kapni egy új értelmet, további megerősítő jelzést, és egyúttal fizikailag is felépül az a lelki híd, ami a két forradalom és a két szabadságharc között mindig is ott volt, és itt Amerikában mindig is egyként tekintettek erre a kettőre. Én azt gondolom, hogy egy nagyon különleges évben vagyunk, nagyon sokat kell mindannyiunknak tenni azért, hogy ez a vágy ne teljesedjen, de azt hiszem, hogy mindazok, akik dolgoznak azon, és ez az amerikai magyarok, hogy ott 56-os emlékmű álljon, azok ott járnak azoknak a dicső amerikai magyaroknak a nyomába, akik Kossuth emlékezetét is évben tartották, és mindig is felmutatták az amerikaiaknak, és ott járnak magának az Amerikából látogató Kossuth Lajosnak a nyomába is, aki büszkévé tehetett minket, és büszkévé tesz minket azóta is magyarként a világban bárhol, és itt az Egyesült Államokban is. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.